Köszöntöm Önöket Nagybőjt utolsó legfontosabb hetének kezdetén, Virágvasárnap. Ez itt a Hitélet, az Erdélyi Magyar Televízió közéleti vallási magazin műsora. Zsúfolt ünnepekkel, megemlékezésekkel telített márciusi napokat tudhatunk magunk mögött. A mai műsor témája az elmúlt napok apropójaként is értelmezhető, hiszen szolgálatról, közösségi munkáról, a közösségért tenni akarás motivációjáról szól. Vendégeim a stúdióban Csillag Csilla segítőnővér, Tegsep Anna orvos, három gyermekes édesanya és Szénégető István remeteszegi plébános, főegyházmegyei családpasztoráció felelős. Szeretettel üdvözöllek benneteket! Mi is köszöntünk A munkátok a hivatásotok, a hivatásotok az életetek szolgálat. Szép felvezetés, ugye? Mintha István mondani is fogja, mintha nem is rólatok szólna. De a viccet félretéve mindhárman olyan munkát, olyan életet választottatok, feltételezem, ami munkaként indult talán, de szolgálatként élitek meg nap, mint nap. Az egyik legszebb dolog az, hogy ami nekem örömhír és biztonságot ad az életemnek, az az, hogy mindenkinek adott Isten egy talentumot, egy erősséget. Mindenkinek van egy karaktere, van egy alaptermészete, mindenki valamiben jó. És hálásak lehetünk itt a nagyszüleinknek, szüleinknek, tanítóinknak, tanárainknak, akik ebben a hosszú évek során segítettek, ugye a nevelés, az nem más, mint közös úton haladás, akik segítenek minket kibontakozni, hogy ez a bizonyos központi érték, ez felszínre kerüljön. És így találjuk meg, vagy így találhatja meg az ember a hivatását. Nagyon fontos tudni, nem csak a foglalkozást, az egyetemi végzettség, főiskolai végzettség, iskolai végzettség alapján, hogy a diplomám mutatja, hogy mihez értek, hanem ennek a mélyén van egy hivatás, egy hívás. Tehát ezt fontos hangsúlyozni, nem szégyelni, tehát elmondani. Még akkor is, ha ez majdnem egy vallásos kifejezés, egy hívás. És ezt meghallani, mert ez tud válaszolni arra, hogy miért születtem én, miért létezek ebben a világban. Ez a hívás egyben segíti a foglalkozásom megtalálását is, a hivatásomat is, nagyjából a szabadidőmet is úgy megjellegzi, kirajzol előttem egy utat. És ezen bukdácsolunk, ez nem azt jelenti, hogy ebben aztán a helyzet magaslatán vagyunk, és ebben tökéletesek vagyunk, és ebben mindig a maximumot nyújtjuk. Én most beszélek úgy, mint lelkész, lelkipásztor, pap, de gondolom ugyanígy van ez egy szerzetes életében, úgy van ez egy családanya életében. Nekem ezt jelenti ez a néhány szó, amit mondtál, és ez egyben mondjam úgy, hogy a mindennapoktól szétválaszthatatlan az életemet öröm és örömtelenség, fény és sötét, tehát ez körül forog valamiképpen a hivatásom, a papságomnak a megélése körül. Én úgy élem meg a közösségemet, illetve a saját hivatásomat, illetve a munkámat, hogy nem egyedül tudom ezt teljessé tenni. Elsősorban Istennel és a társaimmal. Az lehet szerzetes közösségben, vagy éppen egy munkatársi közösségben, plébániai közösségben. Amikor a hivatásomat választottam már, hogy szerzetes legyek, akkor ez volt a legfőbb oka, hogy egyedül nem vagyok elég, nem vagyok jó. Gyakran volt bennem az, hogy ha most lett volna valaki, aki még gondolatokkal vagy ötletekkel támogatna, akkor biztos sokkal szebb és sokkal gazdagabb lett volna az a munka, amit éppen végeztem. Egyedül nem tudok kibontakozni. Közösség kell nekem. Elsősorban a családi közösség, természetesen, és utána a társadalomban a közösségek, amit megélek, vagy éppen a munkahelyen, vagy nem utolsó sorban a közösségemben, a szerzetes közösségemben. Panna, orvos vagy, és három gyermekes édesanya. Már ez a kettő is, hát igencsak figyelemre méltó, szép vállalás.
mindemellett több közösségnek is a tagja, erről egy picit később fogunk beszélni. Először erről a kettőről, az orvosi hivatásodról, és arról, hogy három kisgyermek édesanyja vagy, beszélj nekünk, kérlek. Hát ez érdekes, mert az életemben pont ez a két dolog, ami a legfontosabb, és pont ezért néha a kettő harcol egymással, néha őrül belül, hogy melyiket hogyan lehetne a legjobban csinálni. És akkor arra jöttem rá, hogy különböző életszakaszok vannak, és mindig az adott életszakaszt próbálom megélni. Most az anyasági a főszerep. Ez egy olyan időszak, ami nem fog soha visszatérni. Ezért is maradok otthon 2 évet, és a 3 gyerekkel foglalkozom, beléjük fektetem azt az energiát, ami úgy érzem bennem van. És majd, ha ennek vége, akkor újult erővel neki fogok az orvosi hivatásomat építeni újra, újra fejlődni, tanulni, és úgy érzem, hogy ezt csak így tudom csinálni. Tehát egyszerre a kettő most nem megy. Később igen, remélem, amikor majd nőnek a gyerekek, akkor össze fogom tudni egyeztetni. Nemrég olvastam egy, hát ez egy ilyen elméleti dolog, de mégis egy tapasztalatra, egy kísérletre épít, hogy azok, akik mögött rendezett családi élet áll, tehát a munkahelyükről mindig van, ahova hazatérjenek, várják a gyerekek, a család, azok többet, jobban teljesítenek. Ez egy kísérlet, egy, hogy mondjam, egy felmérés, egy statisztikai adat. Én is egyedül élek, tehát katolikus papként a hivatásomat egyedül élem, de egy közösségnek a hálójában, és ezek a kapcsolatok, ezek a primordiális kapcsolatok egy szerzetesi közösségben, egy családi közösségben azt is meghatározzák, hogy hogy tudok teljesíteni. És ezért szabad felállítani, nem tudom, hogy a gyakorlatban kinek hogy sikerül, mert ez nem olyan egyszerű, de szabad felállítani egyfajta értékrendet, vagy prioritási rendet, és ha első helyen van a család, az a társadalomnak is nagyon jó. Tehát 2 év múlva mi egy nyugodt, egy nagyon nagyszerű, egy a betegekre egy kicsit jobban ráfigyelő, a beszélgetésben igazán jelenlevő orvossal fogunk szemben állni, hogyha most ezt az életszakaszt jól éljük meg. Ez most csak egy kis elméleti hozzáadás. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan bólogatnak most velem együtt. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy azért mégsem így működik. Legalábbis itt a környékünkön az élet, hogy ez miért van, ne menjünk bele. Sokkal inkább beszélgessünk arról, hogy a közösségért tenni akarás, vágya. Egyszer csak megszületett bennetek, vagy így alakult az életetek, vagy jött a feladat, és ti megéltétek a legjobb tudásotok szerint? Én már egy kicsit említettem is. Én azt hiszem, hogy legelőször onnan jött ez a vágy, illetve ez a tapasztalat, hogy 3-an vagyunk testvérek. Tehát már otthon a kis, illetve a nagyobb családban is megéltük azt, hogy egymásra vagyunk szorulva, és egymásra kell, hogy hangolódjunk, mert ez épít, ez fejleszt minket. Másodszorban én, amikor elkezdtem a pályafutásomat, vagy úgymond, tehát nem szerzetesként, hanem hittanárként, akkor éreztem, hogy nem elég nekem akár a tudás, vagy némi tapasztalat, vagy az örökölt hit, hanem közösségben mindenkinek a kincseit összegezve tudom megélni én is, és a másikat is ki tudom bontakoztatni, segíteni bontakoztatni a hivatásában, illetve a közösségi építésében. Ugye napokban ünnepeltük a 48-49-es szabadságharcnak, forradalomnak a hőseit. Tehát mindig vannak emberek, mindig vannak arcok, akiket később a történelem feljegyez, vagy nem jegyez föl, de rajtuk keresztül nagyot fordulhat a történelem. És talán ehhez kell egy kicsi alázat, hogy elismerjük, befogadjuk ezt az evangéliumi erőt, és szerintem ez az egyedi, tehát nem valamelyik személy, egy meghatározott individuum, hanem az evangéliumnak az ereje az egyedi, és minél inkább befogadjuk az evangéliumot, annál inkább érezzük azt, hogy ennek van egy antropológiája. Tehát van egy ember szemlélete, és az abból indul ki, hogy mindenki személy. Az azt is jelenti, hogy megismételhetetlen, de azt is jelenti, hogy senki sem elég önmagának, csak együtt.
A papi hivatás a szerzetesi hivatással, a családi hivatással, a karizmák sokféleségében vannak szegények, vannak kicsit tehetősebbek, vannak nagyon idősek, vannak egészen magányos emberek, vannak fiatalok, gyerekek, csak is ennek az összességében rajzolja ki, és itt jelenik meg az evangélium ereje, hogy húzza össze ezeket az embereket, közelíti egymáshoz. Sokszor azt is tapasztaljuk, hogy ha valahová elmegyünk, és emberekkel találkozunk, és azt érezzük, hogy fesztelenül, felszabadulva tudunk együtt lenni, hatással vagyunk egymásra. Hazamenve az életünk kicserélődik, a gondolataink átrajzolódnak, és ezért szeretünk ebből kiindulni, tehát engedjük, hogy hassunk egymásra. Ez kialakítja a tiszteletnek a kultúráját, amikor elfogadjuk azt, hogy valaki nagyon ilyen, valaki egy kicsit másként gondolja, de mindig kialakul egy közös, ebből alakul ki a közösség. Fantasztikus. Én emlékszem, amikor az első téglát, a Szent Család templom első tégláját tettük le, mert hogy én is ott voltam. De még azt megelőző időszakban nem csak a szkeptikusok is hitetlenek, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan úgy néztek ennek a feladatnak elébe, hogy vajon tényleg sikerülni fog? Hogy nem csak felépüljön egy templom, mert hál' Istennek épülnek magyar templomok is, még napjainkban is, hanem hogy egy olyan közösséget, egy olyan fiatalokból álló közösséget is a templom köré begyűjteni, akik nem egy telekért, nem azért, hogy éppen legyen hol lakjanak, nem azért, hogy legyen templomuk, hanem tényleg közösség akarnak lenni, és ezért a közösségért tenni akarnak nap, mint nap. Reméljük, hogy így van. Ugye mi most Marosvásárhely észak-keleti város negyedéről, az Egyesülés negyedről beszélünk. Ennek van egy ősi hagyománya, gyökere, ugye Székelyfalva, Benefalva, Remeteszeg, és most nem sorolom. És ennek a jövőjéről gondolkodva éreztük azt, hogy be kell állni egy közös, következetes, szívós akarattal felépített közös munkába. Katolikusok, nem katolikusok, magyarok és nem magyarok, és élhetővé kell tenni. És Isten mindig küldte a jó gondolatokat is, a hozzávaló eszközöket is, és a nagyon jó embereket is. Ez ilyen egyszerű, és csak valamit, amivel visszautalok a te szavadra, ilyen Erdélyben még sok van, ilyen az egyházban még nagyon sok van. Ilyen a világban, hál' Istennek, nagyon sok van. Talán nem állnak annyira a kamerák és a reflektorfényeknek a középpontjában, de hál' Istennek vannak. És ezek követendő modellek lehetnek. Nagyon örülök neki. Panna, ennek a közösségnek vagy a tagja. Emlékszel arra a pillanatra, vagy arra az időszakra az életetekben, amikor ezt eldöntöttétek, hogy igen, oda szeretnétek, hisz nem remeteszegiek vagytok egyébként, egyikötök sem, se te sem a párod. Igen, emlékszem, ez egy hosszú folyamat volt, mondhatom, hogy 2-3 év, amikor csak úgy felcsillant a remény, hogy igen, talán eltelt egy év, másfél év, akkor igen, most már majdnem biztos, és így szépen alakult, és az egy nagyon csábító jövőkép volt ahhoz a közösséghez tartozni, majd egy katolikus templom környékén élni, közösen nevelni a gyerekeinket, és most már elmondhatom, hogy ez meg is valósult. 20-22 gyermek szaladgálott az utcában. A közösség építésén még sokat kell dolgoznunk, de folyamatosan teszünk lépéseket, találkozunk, igyekszünk, mindig van egy-egy lelkes ember, aki összehívja a csapatot, ha nem is 100%-ban, de nagy részt ott vagyunk, próbálkozunk, akár egy utca lekövezése, mekkora erőket mozdít meg, és milyen jó látni a férfiainkat együtt dolgozni. Szép dolgok, olyan de család, még az elején vagyunk. Olyan családapákról és olyan családanyákról beszélünk, akiknek olyan hasonló munkájuk, hivatásuk van, mint a tied. Akár azt is mondhatnám, 24 órából 24 órát tudnak dolgozni, vagy dolgoznak is. Hogy fér bele emellett a közösségépítés? Hogy fér bele az édesanyja és orvos, és közösség, és ott vagyunk, és akarunk, és tudunk, és teszünk, ma, amikor mindenki azért panaszkodik, hogy lehetetlen. Tényleg nincs idő. Tényleg. Nektek miért sikerül? Mit tudtok ti, amit mások nem tudnak esetleg?
Azt tudom, hogy gyermekkoromtól, ha visszaemlékszem, mindig valami belül piszkált, hogy valamit kell csinálni, vagy a játszótéren, vagy a gyerekekkel, hogy csináljuk ezt, menjünk, kapáljuk fel azt a földet, és ültessünk paradicsomot is. Tehát, hogy kicsi koromtól bennem van ez, hogy valami mozgatott, valamit tenni kell. És ez úgy meg is maradt, most érzem a korlátaimat a kicsi gyerek miatt, de ugye ugyanakkor a homokozás közben állandóan jár az agyam, hogy mit is lehetne, és még ide is lehetne kis kerítést, vagy oda valamit. És akkor amikor erőm van, vagy tényleg a Szentlélek segít, akkor ezt meg is írom, és ha még jobban imádkozom, akkor jobban össze lehet fogni az asszonykákat, a családokat, hogy valamit tegyünk. Persze ez egy hosszú folyamat. Én azt mondom, hogy belső motiváció, valami hang, ami úgy vezet, és nem lehetetlen. Nincs. Az a baj, hogy én nagyon álmodozó vagyok, tehát nem az egy ilyen realista ember. Sokszor emiatt csalódás is ér, de sokkal többet ér pozitív megerősítés és siker, idézőjelben siker, tehát így a közösség életében értendő siker. Amikor Istvánnal egyeztettünk a műsor témájával kapcsolatban, akkor mondta, hogy Csillával együtt dolgozunk. És tudom, hogy segítő nővérként számos területen munkálkodtok. Mindegyikötöknek megvan azért a maga útja. Hogy kerültél te kapcsolatba a remeteszegi közösséggel, illetve miért ragadtál ott? Németországi munkám után, tevékenységem után Marosvásárhelyre kerültem, mivel a közösségem él már itt, tehát közösségben vagyunk. És előttem még volt egy segítőnővér, akivel elkezdte Szénégető István atya a családpasztorációt különösképpen, és aztán így vettem én át, mert azért nálunk ez van, hogy jövünk, megyünk, cserélődünk, és van ennek egy nagyon szép oldala, van egy kicsit nehezebb része is, és én így kerültem, hát úgy lassan 7 éve ehhez a plébániához, illetve ehhez a közösséghez. Segítőnővérként egy kicsit konkrétabban elmondanád, hogy hogyan szolgálsz a remeteszegi plébánián? Hát segítőnővérként elsősorban imával vagyok jelen, és lélekkel. Mert azért mondom ezt így, mert vannak olyan dolgok, amik nem láthatók. De bejárok az iskolában vallást oktatni, illetve hitoktatni. A plébánián is van, illetve a templomunkban is vannak délutáni foglalkozások, hittanórák. Aztán van egy idős csoport. Én számomra szép és nagyon-nagyon felemelő a március 15-éhez köthető díjazások, kitüntetések. Igen, tudom, hogy sokan legyintenek, még többen nem is tudnak róla, még többen nem is érdeklődnek ezek iránt. Mivel együtt ott voltunk az idei Marosvásárhelyi Kultúrpalotás díjátadón, megemlékezésen, akár, kíváncsi vagyok, hogy megerősítesz-e a másik oldalról, hogy nagyon szép, nagyon megható pillanatok voltak, hisz tanítók, tanárok, egyszerű emberek élete munkáját díjazták, vagy akár emlékeztek meg rá. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy igen, március 15-ét ebbe a keretbe foglalva a legszebb, amit mi március 15-ével tehetünk. Ez az én véleményem. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, de elsőként az Istvánéra, hisz ő állt, mondtam, hogy adásban is mondani fogom, legfiatalabbként fent a színpadon is, hogy kíváncsi vagyok a véleményedre. Egy Sepsiszentgyörgyi Marosvásárhelyen a hit kegyelem, a család áldás, a gyermek. Marosvásárhelyen a kultúrpalota a szecessziónak az egyik gyöngyszeme, igaz? A homlokzaton látható nagyjaink megjelenítve, ugye az egész panteon, a mi székely erdélyi magyar nagyjaink megjelenítődnek, de most jó volt látni belülről élő embereket, akik Maros megyében
értékeket képviselnek. Értékes, tehetséges emberek, akiket az jellemez, magamat nem sorolom közéjük, de akiket ott láttam a díjazottak között, akik hétköznapoknak az egyszerűségében, szürkeségében, reflektorfény nélkül, írott vagy elektronikus sajtó jelenléte nélkül is teszik a maguk dolgukat. Tehát tudják, hogy hol a helyük, tudják, mit kell tenni, és ez a nagyon nagyszerű. És még egy gondolat, ugye ez március 15-én történt. Én azt hiszem, hogy a 48-49-es szabadságharcosok, azok mind fiatal emberek voltak, és hogy nevüket Jókai, Széchenyi, Petőfi sorolhatnám, hát feljegyezte a történelem. De nem ez a fontos, hogy mi a nyomukba lépjünk és ugyanazt csináljuk, hanem amiért ők is éltek, amire ők is törekedtek, azt most így meg lehetett tapintani, arcokat lehetett látni. Rég Marosvásárhely valamely iskolájában évtizedeken át képzőművészként vagy tanárként dolgozó, vagy most nem sorolom, tehát ezeket látni. Sokszor hajlamosak vagyunk, amikor valaki meghal, akkor hirtelen hát keletkezik egy űr, egy hiány, és akkor felértékelődik, és már a temetési beszéd is egy ilyen szenti avatás kicsiben, hogy milyen nagy érték, és szabad azt mondani valakinek, hogy most, amíg élünk, most értékeljük. Ezért a tegnap esti ünnepség mindenképpen egy szép erdélyi, székely, marosmegyei tapasztalat. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit éreztél, amikor megtudtad, hogy a te családpasztorációs munkádat is értékelik, már most értékelik. Nem 10, 20, 30, 40 év múlva, nem majd sokkal később, ma, 2016-ban. Őszinte leszek, tehát én racionálisan álltam hozzá, én tisztában vagyok azzal, hogy amikor az ember halad előre egy úton, és magocskákat hint szét az úton, hogy egyes magocskák, ha a nap is süt, és az eső is öntözi, akkor hát azok kikelnek, és akkor az egy kedves, szép dolog. Illatos is, szép is, esztétikus is. Hát ez úgy jó érzéssel tölti el az ember. Racionálisan nézve, nagyon az út elején állunk. Akár a remeteszegi Szent Antal plébánia közösség, a Szent Család templom közössége, vagy az erdélyi családpasztorációt tekintve most áll hát én úgy érzem, a startvonalat elhaladtuk, de nagyon, nagyon reményteljes kibontak. Tehát most kell jól belefogózni, és a nehezét még ezután kell. Úgyhogy előlegnek tekintettem ezt a nagyon szép elismerést, egyfajta megelőlegezett bizalom és gondolat. Összefoglalva a beszélgetésünket, mondhatjuk azt, hogy mindenki teszi a dolgát, amire elhivatott, amire született, és amit felismer, hogy igen, tennie kell, és megy előre az úton. És akkor ennyi elég. Elég ennyi? Bármelyikötök. Anna? Szerintem elég. Fel kell ismerni a lehetőségeket, a korlátainkat, és onnan tovább engem személy szerint az egyetemi lelkészünknek egy régi mondat, a Bara Lászlónak a mondata lelkesít az életemben folyamatosan, hogy az én szereteted változtathat ezen a világon. És akkor én ezt a mindennapokban úgy élem meg, hogy akár a kedvességem, vagy az ötletem, vagy a jó szándékom, akár a szeretetem fog tudni változtatni a világon, és ezt nagyon kicsibe próbálom lebontani, nem kell olyan nagyokat álmodni, kicsiket és azokat megvalósítani, és akkor ez így elég számomra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy segítettetek egy kicsit körvonalazni azt, hogyha tesszük a dolgunkat mindnyájan, ki a munkáját, ki a hivatását, ki a saját családi életét megéli, és egy bármilyen közösség, és több közösségnek is része lehetünk, ugye? Egyszerre, akkor az úgy rendben van, az úgy visz előre, az úgy épít, formál minket, de mindenképpen valami jó sül ki belőle a végére.
Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézőink, önöktől is elköszönök, találkozunk egy hét múlva itt az Erdélyi Magyar Televízióban, a megszokott időpontban vasárnap délután 17:30-kor. Viszontlátásra!